Több témában beszélgettünk az elmúlt hetekben, ugye a középiskolások, a végzősök jöttek a nyitott bíróság programra, veszélyvágtáztunk a Petőfi iskolában, most pedig itt vagyunk a BEM-ben, a téma pedig a biztonságos internet. Miről szól ez az előadás, ezek az előadások, amiket most különböző évfolyamoknak tartottál? Gyakorlatilag szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internet egy nagyon jó dolog, de amennyi előnye van, legalább annyi hátránya is van, vagy veszélye, inkább talán azt mondanám, és ezeket a veszélyeknek az elkerülési módjára, hogy egyáltalán tudják a gyerekek, hogy mit tesznek akkor, amikor nagyon sok adatot tesznek hozzáférhetővé magukról a közösségi oldalakon, amikor családi, baráti összejövetelekről fényképeket raknak fel, hogy ők ugyan a személyeket szeretnék megmutatni, de nagyon sok ember a hátteret nézi meg, és más következtetést fog levonni ezekből a feltett képekből, hogy mennyit érdemes, vagy mennyire, mikor érdemes ezeket feltenni, mondjuk egy nyaralásról például. De ugyanúgy, ami elég gyakori, ugye az egymás zaklatása, piszkálása, amit ők mindösszesen gyerekcsínynek gondolnak csak, hogy ezek milyen következményekkel járhatnak, lelkileg mit okoznak egymásnak vele, és hogy hogyan lehet ezt elkerülni, hol lehet segítséget kérni ilyen esetekben. Azért ezeknek a felvetéseknek a nagy része felnőtteket is elég rendesen érintheti. Igen, ez nincs korosztályhoz kötve tulajdonképpen, viszont ez a korosztály az, akit én elérek viszonylag könnyen az oktatási intézményekben, meg azt gondolom, hogy azért mindig is hittem a megelőzésben, és azt bizony lent kell kezdeni minél előbb, minél korábban, hiszen itt az előadáson is visszajött az idegenekkel kapcsolatos szabályok, az 5 szabály, amit óvodáskorban a zsebi programban már tanulunk. Melyik az a korosztály, amit érdemes ezzel a témával legkorábban megszólítani? Az idei évre én személy szerint a 3., 4., 5. évfolyamokat választottam ki. Részben azért, mert a felsőbb évfolyamokban az előző években voltunk, hiszen ez egy évről évre visszatérő program, februárban a biztonságos internet napja. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ők már igen részt vesznek, internetes játékokat játszanak, számítógépet kezelnek, programokat kezelnek, sokan fent vannak a közösségi oldalakon sajnos, úgyhogy azt gondolom, hogy körülbelül itt már el kell kezdeni. A napi munkád folyamán gyakran találkozol ilyen problémákkal, vagy ebből adódó problémákkal? Azért mindig becsúszik egy-egy olyan, hogy egy lány hiányos öltözetű fényképet küldött valakinek, az valamilyen úton, módon közszemlére tevődött, és nagyon elterjedt egy zárt csoportban, egy közösségben. Előfordul azért az, hogy olyan tartalmú levelet küldenek a másiknak, ami bánthatja, sértheti. Úgy, hogy büntetőeljárás legyen belőle, az azért ritka, de ezek a problémák élő gondok, tehát egy-egy osztályközösségben, egy baráti közösségben azért ezek sűrűn előfordulnak, és helyre kell tenni a gyerekeket, hogy ha ez tovább folytatódik, megy a folyamat, akkor bizony ez már zaklatás bűncselekménye lesz például. Mennyire vannak meg az ismereteik ezekről a veszélyekről, vagy mennyire szembesülnek itt most bizonyos dolgokkal, úgyhogy rácsodálkoznak mondjuk a dologra? Hát pont ez az, hogy ismeretük az nagyon sok van, csak nem annyira hiteles, meg sok mindent egymástól tudnak meg, és azt gondolom, hogy ezek nem mindig helytálló információk. Én mondjuk mindig leszögezem, hogy technikailag sokkal többet tudnak nálam. Tehát én nem is jut eszembe nekem, hogy én erről beszéljek velük, hiszen ők ebben sokkal képzettebbek. Viszont azért ez nem egyértelmű, mert sokan a szüleiktől is ezt látják, hogy pakoljuk ki ész nélkül a képeket a családi, a baráti összejövetelekről, és hogy ennek milyen következményei lehetnek így, ilyen összefüggésben, azért nem mindenki gondolja át. Tehát van, aki azért nagy szemeket mereszt, és azért itt bólogatnak a gyerekek, hogy igen, igen, és lehet látni azt, mikor érintett valamelyik témában valamelyik gyerek. Meglepődtem, amikor azt mondtad nekik, hogy hát én már letettem arról, hogy ne ismerkedj, vagy ne találkozz idegenekkel. Tehát, hogy azért neked is el kellett jutni erre a szintre, vagy egyszerűen csak ez egy ilyen taktika részedről, hogy nem mindjárt a legszigorúbb utasítást vagy kérést közvetítsd feléjük.
Szó nincs taktikáról, nekem el kellett jutnom idáig, és ez egy kőkemény belső harc volt, mert én nem ebben nőttem fel. Én elmondtam, egy más generáció vagyok, én nekem nem volt természetes ez, nekünk nem volt természetes, maximum annyi, hogy valami levelező társunk volt valahol, de hát ez a fajta kommunikáció, ez a fajta ismerkedési lehetőség abszolút nem volt ilyen időskorunkban adott, sőt később sem tulajdonképpen, és el kellett odáig jutnom, hogy a mai világban ez már egy hiába való kérés. Tehát azt hiába kérem, hogy ne ismerkedjen, mert fog, mert ész nélkül visszaigazolnak mindenféle embereket, akikről jelzem, semmit nem tudnak. És hajlamosak belemenni találkozásokba. És én azt gondolom, hogy akkor, ha már ez így van, már pedig így van, mert azért azt nagyon sokszor látjuk, amikor egy-egy fiatal lány elmegy, és hát elmentem találkozni az internetes barátom. A nem feltétlen fiúról beszélünk, tehát nem csak szerelmi kapcsolatok, hanem egyáltalán baráti közösségekről van itt szó, és én azt mondom, hogy akkor tegyük ezt biztonságosan, tehát tegyük egyértelművé, hogy a saját városunkban, ismerős terepen, fényes nappal, nyílt helyen, ne egyedül, hanem a barátok legyenek a közelemben. Tehát, hogy akkor ezeket a taktikákat tápláljuk beléjük és ültessük el mélyen, hogy ez teljesen egyértelmű legyen részükről, hogy így fogják csinálni, ha megteszik. Azért szülők felelősségét sem lehet kikerülni, vagy azért én azt gondolom, hogy arról is beszélni kell ezekben a kérdésekben, hiszen az alapokat azért ehhez az egész, ez a szülők teremtik meg. Ez így van, tehát ugyan én itt mondtam nekik, hogy ha nincs meg az önuralom, hogy fel tudnak állni mondjuk egy internetes játéknál csak úgy, hogy vonal és fölállok, hanem megy a húzavona, hogy na még egy életet veszek, na még 10 perc, akkor ott tessék, ha én önuralmat nem tudok gyakorolni ebben, akkor tessék kérni segítséget, amíg időben vagyunk, és korlátozza be kőkeményen a szülő. És bizonyára a szülőknek is oda kell figyelni, mert utána nagyon komoly vége lehet, hiszen a függőség, mint olyan és szenvedélybetegségre az internet, az internetes játékok, a számítógép függőségre ugyanúgy beszélhetünk, mint a kábítószereknél. Most hova mész innen, és mi az, ami még ebből a sorozatból hátra van számodra? A mai napon megyek a Petőfi iskolába, ugyanúgy a harmadik, negyedik évfolyamokba, az elkövetkező napokban pedig a környékbeli vidéki általános iskolákba fogok megjelenni egy-egy előadás erejéig.